Működik. Jó, köszönöm szépen. Még szerintem 3-4 évvel ezelőtt kaptam már egy ilyen esti mesék meghívást, akkor még ott a Nagyvárad tér felé voltatok. Úgyhogy köszönöm, hogy ismét megtiszteltetek. Statikus elemzésről fogok beszélni, azon belül két projektet viszünk, a Kocsakert és a Kodkompassz. Az én szívemhez egy kicsit a Kodkompassz közelebb állik, hogy arról fogok majd kicsit bővebben beszélni. Előtte azért pár mondatot magamról, ugye Porkorás Zoltánnak hívnak, hát elég régen küzdök már az ELTE-n is. Pár év volt az iparban is párhuzamosan, tehát az Ericssonban van egy ilyen C++ civil oper állásom, és az ELTE-n mellette ugye a C++ tárgyakat tanítom, haladó C++-t, a multiparadigma programozás állnével fut az MSC-n, illetve tavaly beleestem én is ebben a csodálatos imperatív programozás nevű tárgyban, ami alapelve nem lett volna rossz, hogyha mondjuk háromszor ennyi időben áll, vagy háromszor ennyi oktató, de hát ezért küzdünk még. Szóval, hányan vettetek már részt valamilyen akár pénzért, akár csak szórakozásból valami ipari projektben? Oké. Hányan programoztatok már mást is, mint az egyetemi házi feladatot? Középiskolában. Na, ez így teljesen jó. Középiskola is számít természetesen. Na most, nem tudom, hogy már kialakult-e az a tapasztalatotok, de hogyha az iparban kezdtek dolgozni, akkor egyszer csak rá fogtok jönni arra, hogy egy informatikus az idejének nagyobb részében nem programokat ír, és most nem a index olvasás, a csocsózás, meg a többire gondolok, hanem arra, hogy mások programját olvassa, és próbálja megérteni. Ez a mások, ez persze lehet saját magatok pár évvel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt írt kódja. Nagyjából pont annyira ismeretlen lesz számotokra, mint ha valaki teljesen exotikus pályról írta volna a programot. Különböző kutatások is vannak erről, nagy ipari környezetben vizsgálták, és hát természetesen a módszerek lehetnek különbözőek, meg a cégek is máshogy működnek, de a tapasztalat az, hogy a programozók az idejüknek több mint 50%-át a kód megértésével töltik. Tehát, hogy bele kell nekem nyúlnom más vagy saját magam programjába, hát egy új funkciót szeretnék belefejleszteni, na jó, de hát előtt meg kell értenem, hogy hova és hogyan tudjak bele, legalább kárt ne okozzak. Egy új menüpontot kell valahova beraknom, egy új feature-t, valahol gyorsítanom kell a rendszer, egy hibát ki kell javítanom. Az egész avval indul, hogy nekem elég magabiztosan értenem kell azt a rendszert, amiben belenyúlok, mert különben nyilván esélyem nincsen, próbaszerencse alapon azért mégsem akarom programozni, már sokan próbálkoznak ebben is. Szóval a program megértése az egy elég kritikus folyamat, és hát mint minden nehéz dologban szeretnénk eszközöket használni. Ugye az informatikus az arról szól, hogy hát szeretne különböző eszközöket használni, hogy segítse a munkáját. Most tudjuk, hogy az emberiséget az állatvilágtól azt különböztetjük meg, hogy az egyik az használ eszközöket. Speciál a főemlősökről bebizonyították, hogy használnak eszközöket, a programozókról még nem. De ha valaki már látott ilyen jellegű dolgot, ugye ez arról szól, hogy kinyomtattunk egy programrészletet, próbáljuk megérteni, hogy ott mi történik, belefirkálunk, rákávézunk, egyéb jegyzeteket, egyéb jegyzeteket vezetünk rá, majd előbb-utóbb ez a papírlap teljesen el fog tűnni a tudással együtt. Ugye egy nagy rendszerben, Ericssonra gondolok most, de Morgensteinre, vagy bármely más nagy cégre gondolhatnék, egy-egy szoftverrendszert akár 20 éven keresztül fejlesztenek. És itt milliós soros szorszokról van szó, egy Telekom applikáció, egy telefonközpont szoftver, az több millió C++ sor. Most mire ti oda kerültök ehhez a céghez, addigra már régen elmentek a cégtől azok, a programozók, akik
tudták, hogy miért kezdték el úgy a fejlesztés, ahogy, tudták, hogy miért hoztak meg olyan döntéseket, amiket meghoztak, tudták, hogy egyáltalán mit, hol kell találni a forráskódban. Na most, elvileg ugye jó lenne, hogyha lenne dokumentáció, de azt pontosan tudjuk, hogy a dokumentáció az, ha létezik is, biztos, hogy nem up-to-date, de általában nem is nagyon szokott létezni. Tehát igazából az egyetlen fogózkodó ilyenkor a forráskód. A forráskód azért viszonylag megbízható, mert hát mégiscsak azt fordítjuk le és azt futtatjuk. Még a kommentek sem ilyen megbízhatóak, mert a kommenteket nem futtatjuk, azokat, ha valaki nem update-elte a forráskódhoz képest, hát akkor az úgy maradt. Most nyilvánvalóan, hogy a forráskód megértéshez azért vannak már eszközök. Tehát informatika ezt felismerte, és akkor különböző megközelítések vannak, hát tipikusan vannak nagyon könnyen installálható, egyszerűen tipikusan web alapján működő eszközök, például az OpenGrok ilyen, nem tudom, használta már valaki OpenGrokot, vagy látta-e. Hát tudjuk, miről van szó, osztályhierarchiákat megmutatja, ráklikkeltek egy függvényhívásra, odaugrik a függvény definíciójára, haha, persze, hogyha egyetlen egy olyan nevű függvény van. Mert ha többféle, mondjuk egy openre akarunk klikkelni, akkor lehet, egy nagy projektben 640 olyan függvény van. Okay? Egy OpenGrok nem fogja ugyanazt a mondjuk overloading resolution megcsinálni, mint ahogy egy C++. De vannak nehezebben használható, drágább eszközök is, amelyek mélyebb analízist csinálnak, például az Andersen C++, a CodeSurfer, meg pár ilyen dolog, az tényleg úgy működik, mint egy fordítóprogram, az meg fogja találni, hogy itt melyik openre gondolt a kedves programozó. Ezek viszont viszonylag drágán, gyakran pénzes eszközök, a saját gépetekre kell installálni, akkor egy nagy projektben egy csomó probléma van a memória mérettel, stb. Vannak aztán ilyen kevelt rendszerek, a VOBOK egy viszonylag ilyen kellemes eszköz, és persze, hát majdnem mindegyik szoftverfejlesztő eszköz ide, tehát Visual Studio, NetBeans, Qt Creator, az Eclipse, ezek mind-mind rendelkeznek alapvető függvényekkel, mint Go to Definition, or References, tehát ilyen alap funkcionalitások ezek. Szóval az első dolog akkor, ami felmerül, hogy ezek miért nem jó? Miért kell még egy újabb eszközt kitalálni? Most azon kívül, hogy persze ez is csak egy projekt, és lehet publikációkat írni, meg minden ilyesmi, de nem, az ennél komolyabb érveim is vannak. Egy fejlesztő eszköz és a kód megértésének a szükségletei azok nem mindig esnek előre. Amikor egy új programot írunk, akkor ugye olyan feature-ökre van szüksége, mint code completion. Elkezdek gépelni, vagy van egy objektum, azt mondom, hogy x pont, és akkor felajánlja, hogy milyen metódusok vannak azon az objektumon. De amikor én meg akarok érteni egy meglevő kódot, akkor nem erre van szükségem. Akkor nem arra van szükségem, hogy egyébként mit lehetne még ide írni, hanem inkább gyorsan akarok navigálni különböző helyekre. Ugye, amikor írok egy programot, akkor remélhetőleg persze, viszonylag jár, tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Azt hiszem, hogy tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Amikor egy kódot szeretnék megérteni, akkor gőzöm nincsen, hogy hol mit fogok találni. Tehát pont arra kéne optimalizálni, hogy nagyon olcsón, könnyen, gyorsan tudjak felelősség nélkül barangolni a kódba, visszatérni az előző helyre, egy másik úton elindulni. Tehát, hogy gyorsan tudjak minél több információt összeszedni. Amikor editálunk egy programot, akkor tipikusan egy vagy legfeljebb két-három forrásfájlt editálunk egyszerre. C++ projektnél, mondjuk van egy header fájlom megnyitva, van egy forrásfájlom megnyitva, esetleg még azt a klienst, ahonnan majd fogom használni ezt az osztályt, meghívom, de két-három fájlom van megnyitva. Amikor viszont szeretnék megérteni egy kódot, akkor lehet, hogy egy függvényt elindítok az egyik forrásfájlból, elugrok oda, ahol ezt meghívják, aztán pillanatokon belül 8 forrásfájlt érintettem, és egy klasszikus idében ez azt jelenti, hogy már 8 ablakot nyitottam, most ezeket vagy nem látom egyszerre, és akkor
valami fülön keresztül kéne kitalálnom, hogy mi hol merre van, vagy pedig egyszerre látom, de akkor kb. 3 cm-szer 2 cm méretben, tehát az se igazán semmi. Hát valahogy ezt is meg kéne oldani, hogy egyszerre tudjam sok forrásvágból látni. Ugye ezt egy kicsit általánosítva azt mondhatnám, hogy amikor programot írok, akkor általában több időt töltök ugyanazzal az absztrakció szinten. Tehát definiálom az osztály interfészét, aztán utána belemegyek az osztály metódusainak az implementációiba. Okay? Aztán lehet, hogy ez egészet persze megelőzte valamilyen tervezési folyamat, hogy milyen osztályom is lesznek, milyen kapcsolatok fognak. Ne adj Isten még UML diagramot. Amikor viszont szeretném megérteni a kódot, akkor állandóan különböző absztrakció szintek között ugrálok. Az egyik pillanatban azt nézem meg, hogy ez az osztály milyen metódusokkal rendelkezik, aztán belemegyek abba a metódusba, egészen lemegyek implementáció szinten, nézem, hogy az az if miért van ott, hoppá, ott egy újabb osztály fordul elő, akkor elmegyek annak az osztálynak a definíciójához, tehát ilyen kibe zoomolok a különböző absztrakció szinteken. Kicsit olyan, mint a Google Maps, hogy adott pillanatban látom az egész országot, rázoomolok egy városra, lemegyek egy utcába, körül tudok nézni, megint visszajövök, tehát hogy valahogy ezt kéne támogatni egy ilyen rendszernek, hogy gyorsan és kényelmesen lehessen különböző absztrakció szintet figyelni. És hát leginkább a nagy különbség az, hogy programokat tipikusan kódokkal írunk, tehát hogy szövegesen. Na most persze tudom, hogy van egy model-based fejlesztési irány, és ezt folyamatosan reklámozzák, soha az életben senki nem látta még működni, pedig az elmúlt 20 évben többször megjutottak. Tehát leginkább program szöveget ír. Ennek sok oka van. Egyrészt a programnyelveket azért találták ki, hogy az intencióikat a legjobban ebben lehessen kifejezni, de egészen odáig, hogy egy version control rendszerben sokkal egyszerűbb szövegeket mergelni, mint bármilyen más, mondjuk gráfokat, ez elég kegyetlen. Amikor viszont szeretnénk megérteni egy rendszert, akkor abban kell számolni, hogy ez pszichológiailag bizonyított tény, hogy körülbelül 10-szeres sávszélességgel vagyunk képesek felfogni grafikai információkat. Oké? Okay? Tehát amikor szeretnénk megérteni egy programot, akkor igenis szeretnénk különböző grafikus megjelenítéseket használni. Szóval ez a probléma vezetett oda, hogy a kódkompaszt elkezdjük fejleszteni, és még persze akkor csomó más ötlet is jött. Hát ugye egy csomó információ benne van például a version control rendszerben. Melyik fájlt, melyik más fájllal együtt commitálták, milyen commit message-el, ki editálta utoljára azt a fájlt, mikor módosították, melyik sorát módosították. Ugye a történelem segít gyakran megérteni a mai helyzetet, ez nem csak a informatikára igaz. Szóval ez alapján fejlesztettük ki a kódkompaszt, ami egy Ericsson és az ELTE közös kutatási fejlesztési projektje, ez egy teljesen nyílt forráskódú rendszer, ezt az Ericssonon kívül ma már tudjuk, hogy számos más cég is használja, például Magyarországon a Cloudera, de mások is. Lényegében a rendszert úgy kell elképzelni, hogy van egy adatbázis, amiben a forráskóddal a programrendszerrel kapcsolatos információkat tároljuk, vannak parszerek, így nevezzük azokat az információ nyerő eszközöket, amit a szoftverrendszerre ráengedünk, kigyűjtenek megfelelő információkat, ezek lehetnek a forráskóddal kapcsolatosak, lehetnek ilyen gyorskeresési, textuális kapcsolatok, lehet mondjuk a version control, lehet bármilyen más pluginnal kiegészíthető rendszer, ezeket a dolgokat berakjuk egy adatbázisba, majd utána egy webserver, egy Thrift API-n keresztül, ez egy ilyen JSON, a Facebooknak a JSON API-ja, ezen keresztül lehet elérni ezt a webservert, és akkor egy browserből, vagy akár egy Eclipse pluginból, egy tetszőleges más eszközből lehet kommunikálni a rendszerrel, és megkérdezni információkat. Milyen jellegű információkat? Hát ez nagyon függ attól, hogy is működik tipikusan a szoftver megértés folyamata. Tételezzük fel, hogy én azt mondom valakinek, hogy
itt van ez a library, mondjuk ez a Xerxes XML parser library, bele kell rakni egy új feature-t, mondjuk innentől kezdve ne csak a kéz szenzitíven, kéz inszenzitív módon is lehessen a XML tegeket nyitni, csukni. Egy példa arra, hogy milyen feladatok lehetnek. Hát szerencsétlen programozó semmit nem tud erről a library-ről, vagy minimális tudása van. Hát először is valahogy meg szeretnék keresni azokat a pontokat, ahol valami a parserrel, vagy az XML tegekkel kapcsolatosan történik. Ezt a dolgot nevezzük Fast Feature Location-nek. Ugye a feature a programnak valamilyen szolgáltatását nyújtó rész, tulajdonsága, és akkor ezt szeretnénk gyorsan megtalálni. Hát erre a leggyakrabban egy egyszerű textuális keresés a legjobb. Hát egy reguláris kifejezés segítségével például rá lehet keresni arra, hogy parse, meg olyan, hogy tag, és akkor mi ilyen Google Search-szerű rangsorban kidobjuk, hogy hol van az a forrásfájl, ahol mondjuk ez a két kifejezés a legtöbbször szerepel együtt. És aztán mindenféle heurisztikák alapján az összes többi ilyen találatot is megjelenítjük, és akkor a programhoz tud menni, és ráklikkel, és akkor már ott van a megfelelő forrásfájlon. Jó eséllyel az baromira nem arról szól, mint amit ő keresett, elvesztett 20 másodpercet. Istenem, csinálja még egy darab. Egy másik keresési lehetőség viszont az, hogy például belemódosít egy XML fájlba, lefuttat valami tesztet, és kap egy hiba üzenetet. Az a hiba üzenetet mondjuk arról szól, hogy hát ezt a teget nem is ott zárták le. Most érdekes lenne tudni, hogy ez a hiba üzenet honnan jön, mert akkor onnan elkezdeném visszafelé fejtegetni a dolgot, hogy na, akkor ez a hiba üzenet onnan jön, akkor azt a területet kihívja. Egy ilyen feature is van a CodeCompassnak, hogy mondjuk van egy hiba üzenetem, azt a hiba üzenetet egy az egybe benyomom ide a keresésbe, és megnézem, hogy honnan jöhetett az a hiba üzenet. Ugye ez nem egy textuális keresés, mert nagy valószínűséggel ugye például ez a szám, ez valami integer változóban van benne. Ez is valamilyen forrásfájl. Tehát egyáltalán nem egy textuális keresést kell keresni, hanem valami olyan helyet kéne megtalálnom, hogy a legvalószínűbb output hely. Megint csak nem biztos, hogy találok, de azért jó eséllyel egy jó rankinget kapok megint. Talán itt lenne érdemes először keresni. Jó, kis programozónk előbb-utóbb rájön arra, hogy hol kell keresni a dolgot. Na most, akkor innentől kezdve fel kéne deríteni annak a kódnak a részletét. Hát, ki hívja ezt a függvényt? Milyen körülmények között? Milyen esetekben kerül ide a vezérlés? Ezt hívják ugye a tudás kiterjesztésének, és erre megint egy csomó funkcionalitással állunk rendelkezésre. Nyilván például a legalapvetőbb dolog, hogy azt mutatnunk kell, hogy egy adott függvényt, amit ő megtalált, hány helyről hívhatnak. Az a függvény kiket hívhat. Aztán például van nekünk egy ilyen meglehetősen újszerű lehetőségünk. Mondjuk ez volt az eredeti függvényünk. Itt ráklikkelek egy adott pontra, mondjuk egy típusra, és én itt kinyitom annak a típusnak a definícióját. Ez lehet, hogy ugyanabban a forrásfájlban van, lehet, hogy egészen máshol. Ezt egy idében nem tudnátok megcsinálni, mert egy újabb ablak nyitna. Aztán ráklikkelek ide, ez is egy típus, ez megjelenik itt. Aztán itt lehet, hogy egy változó van, annak lehet itt a definíciója. Itt egy függvényhívásra klikkelek, az a függvény itt megjelenik. Ha valamire kiderül, hogy baromság, egyszer ide klikkelek, bekapcsolom, eltűnik, kész. Tehát tulajdonképpen úgy tudom brózolni itt a kódomat, hogy nem érdekel, hogy mihol melyik forrásfájlban van, az egyes függvényeket, változókat, típusokat nagyon könnyen, nagyon gyorsan fel tudom deríteni. Microsoftosok mondták, hogy kicsit sajnálják, hogy ezt nem ők találták ki. Egy konferencián mondták. Majd ellopják, nem félek. Egyébként most teljesen őszintén nem is mi találtuk ki a dolgot. Volt egy dél-afrikai fejlesztő cég, amely kód
Blobs néven egy fejlesztő eszköz csinálta, hogy ilyen módon lehetett írni a kódot. Hát nem teljesen azt csinálták, amit mi, de ezért mi sem semmiből vettük az ötletet őszintén. Aztán például lehet, hogy most már egészen jól látjuk, hogy az a feature az mit csinál. De ki tudja, hát van egy teljesen másik forrásfájl, amelyik valahogyan kapcsolatos ebből a feature-rel, de nincsenek direkt függvényhívások, vagy más típusokat használ, hogy lehetne felderíteni, hogy még ki van, ki játszik még ezen a pályán. Hát például úgy, hogy elővesszük a version control információkat. Ha például git version control rendszerben volt, akkor szépen meg tudjuk jeleníteni, hogy az egyes forrássorokat mikor, kicsoda, kommitálta be. Tehát szépen látszik, itt a legvilágosabb kód a legfrissebben hozzárakott rész, a legsötétebb, a legrégebben beleeditált kód. Okay? És akkor, ha ide klikkelek, akkor egyébként el tudok menni a commit message-re, a commit message-en meg tudom nézni, hogy még milyen forrásfájlok voltak oda beeditálva. Hát innentől kezdve akár egy ilyen ezt a Git-nek a vasutas ábráját is szépen ki lehet rajzolni, hogy egyáltalán hogy alakult ki a rendszer. Ugye ez nagyon kellemes, a Git-ben ugye a kliens oldalon is minden információ ott van. Most ha ez mind megvan, akkor innentől kezdve azért persze validálnom kell ezt az információt, ellenőriznem kell, hogy tényleg igaz-e, amit ott történt, tehát egy csomó egyéb funkciót kell még megnéznem. Például pointer analízist kell végeznem. Van egy pointerem, az ide mutat, de később oda mutat, azt a pointert referenciaként átadják egy függvénynek, ahol belül megváltozik. Hát a legtöbb fordító program nagyon jó pointer analízissel rendelkezik, miért ne adjuk be mi is egy ilyet. Meg tudjuk mutatni, hogy itt van ez az A pointer, ez ide a B-re mutat, de közben a P meg a, nem tudom ezt micsoda, ide mutat rá. Tehát tulajdonképpen fel tudjuk rajzolni akár a heap-nek, akár a stack-nek a pointer architektúráját. És ez adott esetben segíthet a program alaposabb megértésében. Ugye statikus analízist végzünk, tehát a forráskódból indulunk ki, hát nem lesz ez teljesen pontos. Egy burkolóját fogjuk a valóságnak látni, ami adott esetben nagyon csúnyán, durván túlbecsülheti a pointereink által mutatott területet, de azért valami információt csak fogadni. Aztán itt egy architekturális diagram, a sok diagram közül az egyik. Itt például azt látjuk, hogy ugye mondjuk ezt a forráskódot vizsgáljuk, akkor meg tudjuk nézni, hogy ez a forrásfájl, ez ezt a header fájlt inkludolta. Ez a header file, ez definiál olyan elemeket, amit ez a forrásfájl fog megvalósítani. Ezt a forrásfájlt ebbe meg ebbe az objectbe raktuk bele, ezt a forrásfájlt ebbe meg ebbe az objectbe raktuk bele. Honnan tudjuk ezt az információt? Hát valójában mi az egész build folyamatot lelókoltuk, hiszen azért egy C++ projektet értelmesen megértsünk, ahhoz tudnunk kell az include pass-okat, tudnunk kell, hogy ki, mikor, milyen library-ket fog használni, tehát nekünk ezt az egész még folyamatot le kellett logolnunk, és nyilván ebben a build információ is. Version control információ. No, hát aztán itt például olyan speciális dolgok, amik segítenek a program megértése. Ezért C++ 11-ben már van move szemantika. Move szemantikát multiparadigmán, ha valaki eljut odáig, meg érdekli, majd meg fogja nálam tanulni. A lényeg az, hogy hát könnyű elrontani. Na most a probléma ott van, hogy nagyon gyakran a C++-ban a copy konstruktort, az értékadó operátort, a move operátorokat a fordító program saját maga generálja. Nem is látjuk őt a forráskódban. Hát nem is nagyon tudjuk, hogy azok hogy működnének. Esetleg nem úgy működnek, mint ahogy mi azt feltételezünk. Na de hát az absztrakt szintaxis fában benne vannak. Ugye mi az egész elemzés nem a forráskód alapján végezzük, gyakorlatilag az egész elemzést mi úgy csináljuk, hogy a Clang C++ fordítónak odaadjuk ezt a forrásfájt. A Clang az ugyanazt az absztrakt szintaxis fát felépíti,
a forrásfájból, mint amit a fordításkor csinálnak, és ebből nyerjük ki az információt. És ebben az abstract szintaxis fában már a fordító által generált copy konstruktorok, move konstruktorok, stb. Műveletek is ott vannak. A forrásfájban nincsen, mert a programozás sose látja, de mi láthatjuk, akkor ki is tudjuk írni, hogy így nézett volna ki, hogyha a programozó írta volna. Okay. Megint egy olyan segítség, ami akár még akkor is hasznos lehet, hogyha az ember egy új kódot fejleszt. Szóval egy csomó ilyen feature van, nyilván időhiányában, meg valószínűleg rá is mondhatok, nem akarom felsorolni az egészet, rengeteg ilyen eszköz van, ami vizualizálva más módon tudjuk ezt használni. A projekt az open source, GitHubon elérhető, majd a utolsó szlájdon lesznek linkek. Én leginkább azt látom, hogy az Ericssonon belül hogy használják, semmiféle kötelező policy nem volt arra, hogy na már pedig holnaptól ezt kötelező használni, mégis több mint 200 felhasználó rendszeresen használja, mert úgy érzi, hogy ez segít neki. Pedig hát előtte is voltak különböző eszközök. Tipikusan OpenGrokkot és más hasonló ilyen light eszközöket szorítja ki. Nagyon gyakran használják a másik eszközzel, a CodeCheckerrel, ami szintén statikus analízis eszköz, amelyik meg potenciális ilyen programozási hibákat próbál találni a forrásban. Ő is ilyen forrásgúrú, őt is érdemes megnézni. Több mint 40 millió sort parszoltunk be az Ericssonba már, és tudjuk, hogy jó pár felhasználók van külső cégeknél. A forráskód elég szenzitív dolog. Vannak cégek, ahol még, ugye a Apple nagyon híres erről, hogy még a különböző tímek sem mutathatják meg, vagy nem is beszélhetnek arról, hogy mit csinálnak. Úgyhogy mi szándékosan sem olyan feature-t nem raktunk bele a CodeCompassba, ami bármilyen információt adna arról, hogy ki használja az eszközt. Azt látjuk, hogy sokan töltik le a GitHubból. Most persze minden szoftvernek vannak korlátai. A CodeCompass is ilyen. Ugye az egyik fő korlát az, hogy egy snapshotot mutat a kódról. Tehát egy adott pillanatban megtörtént a parszolás, az bekerül az adatbázisba, és akkor azt nézegeti mindenki a browseren keresztül, a közben fejlesztések történnek, hát azt majd a következő parszolásnál egy hét múlva, egy nap múlva, nightly build során, stb. Így fognak majd bekerülni. Tehát ez nyilván a folyamatos fejlesztésnél egy gond, de az Ericssonnak nem ez volt a célja a CodeCompass-szal, hanem az, hogy hát ő mondjuk kiadotta a felhasználónak a 2016 nyári verziót, és arra jönnek a bug reportok, akkor azt kell nézni, és akkor gyakorlatilag nagyon hosszan ugyanazt a kódbázist lehet elemezni. A másik probléma, hogy hát nincsen ilyen fejlesztőeszköz integráció. Nagyon sok programozó azt mondja, hogy itt van ez a szerencsétlen Visual Studio, vagy Visual Studio kódom, vagy a NetBeans fejlesztő eszközöm, én nem akarok most még egy külön eszközt megnyitni. Valószínűleg igaza is van. És hát a másik dolog, hogy ha teljes AST-t lementettük volna az adatbázisba, az ilyen 10-20-50 gigabyte méretű adatbázis jelentett volna. Azt akartuk, hogy skálázható legyen a rendszerünk. Ha a teljes AST-t elmentjük, akkor egy forráskód byte-ra körülbelül 1000 adatbázis byte jut. Ezt nem akartuk, hanem azt csináltuk, hogy az AST-ből csak a névvel ellátott entitásokat mentettük el. Tehát nem mentettük el a kapcsolzárójelet, a space-eket, a legyen egyenlő szimbólumot, a nem tudom micsodát, tehát az if-eket, csak a változó neveket, függvényneveket, osztályneveket, amire a felhasználó egyébként klikkelne. Most ez viszont azt jelenti, hogy bizonyos információkat elvesztünk az adatbázisban. Most ezeken persze lehet javítani, és ezeken folyamatosan dolgozunk is. Az egyik a snapshot view javításán a inkrementális parszolás segít. Tehát, hogyha
képesek vagyunk felfedezni, hogy a forráskódnak mely része változott, és csak azt a részét az update-eljük az adatbázisban, akkor ezt olyan gyorsan meg lehet csinálni, hogy akár commitokként ezt tudjuk követni. Tehát ha a rendszerben elkezdenek a fejlesztők commitálni, akkor mi mindig a friss verziót tudjuk mutatni. Lehetne egy olyat is csinálni, hogy ilyen layerenként minden felhasználó a saját vetületét látja, tehát én megmódosítom a kódot, még nem commitáltam be, akkor én esetleg már láthatnám a saját kódmódosításomat, ennek is van technikai megoldása. Ezeken dolgozunk, az inkrementális parcolás az nagyjából készen van. Ide integráció. Hát itt a legfőbb probléma az, hogy minden egyes editorhoz, VI-hoz, Eclipse-hez, Visual Studio Code-hoz más és más interfész jár. Vagy járt egy ideig. De ez nem csak nekünk probléma, ezért pár évvel ezelőtt, történetesen 2 évvel ezelőtt, bőven a Code Compass open source-olása után, a Microsoft a Red Hat-tel, meg pár céggel együtt feldobta a Language Server protokoll ötletét. A Language Server protokoll az azt definiálja, hogy egy tetszőleges editor, legyen ez a Visual Studio Code, legyen ez az Eclipse, legyen ez a NetBeans Builder, hogyan tud kommunikálni egy tetszőleges fordítóprogrammal, vagy olyan okostónival, mint a Code Compass. Egy hálózati JSON protokoll definiáltak, hát sajnos nem pont ugyanaz, mint a Code Compass, de logikájában teljesen hasonló. Úgyhogy most mi elkezdtük átírni a Language Server protokollra a mi interfészünket, Visual Studio kóddal már cson nélkül tud kommunikálni a Code Compass, ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell egy új eszközt megnyitni, a kedvenc editorból el lehet érni a Code Compassnak, hát legalábbis a funkcionalitásának egy jó részét. Végül, ugye az, hogy mi nem a teljes AST-t tároljuk, azt a hiányosságot is ki lehet küszöbölni. De gondoljuk meg, hogy a forráskódot mi eltároltuk, mint textfájlt, a build információk ott vannak a kezünkben, hiszen az alapján csináltuk azt az architekturális ábrát, hogy ő ezt inkludolja, belőle meg ez az object file készült el. Hát akkor tulajdonképpen mire van szükségünk? Ha vissza akarjuk generálni az AST-t, bármikor megtehetjük. Forráskód megvan, a parancsok megvannak, újra parszoljuk az AST-t. Tehát, ha éppen arról van szó, hogy mondjuk egy AST-t ki akarunk rajzolni, vagy egy blokkdiagramot ki akarunk rajzolni a forráskódról, ezt is meg lehet tudni csinálni. Természetesen rengeteg munkánk van, de rengeteg segítőnk is van. Pár példa, ugye a Boldizsár, német Boldizsár, ez most a Haskell parszert írja. Ugye gyakorlatilag most már a GHC be tudja parszolni. Hamarosan a Code Compassban tudunk Haskell kódot is mutatni. Van egy projektünk, ahol Python parszolását végezünk Java. Persze itt még sok munkánk van, mert mondjuk Java-nál lehet, hogy csak egy jar file van. És akkor mégiscsak bele kéne menni a jar file-ba, és ugyanúgy, mint egy C++ forráskódban szeretnénk mondjuk a függvényhívási hierarchiát tilazni. Tehát sok munka van ebben, de hál' Istennek működik a dolog. Azért működik, mert az egész nyílt forráskódú, és tulajdonképpen szinte az egyetlen ilyen nyílt forráskódú pluginnel kiterjesztető eszköz. Úgyhogy valakit érdekel a projekt, nagyon szívesen várjuk. Ugye ezt lehet szoftverlaboratban is csinálni, lehet kötelező szakmai gyakorlatnak csinálni, szakdolgozatként, TDK-ként, mindenki bármilyen módon csinálja ezt a projektet. Maguk a forráskódok nyilvánosak, a GitHub page-ünk ez. Itt egyébként láttok egy online demót is, tehát van ott egy Pontax Xerxes lehet meg, talán az LLVM-nek régebbi verzióját lehet használni. Magának a Code Compassnak a forráskódja, meg az LLVM forráskódja, az meg ezen a CodeCompassZolix.hu-n van. Úgyhogy ezeket az erőforrásokat nyugodtan használjátok, böngészésen nézegessétek a dolgot. És
hát akit még jobban érdekel a dolog, élő demóval, Brunner TV segítségével, ez az LLVM 2017-es Developers konferencián egy videó, az Aspeni C++ non volt korábban egy előadásunk, tehát viszonylag, ha rákerestek, elég sok cikket, előadást találtok a Codecompassról. Ha pedig mélyebben érdekel a dolog, akkor keresetek engem, vagy az Ericssonos címemen, vagy a szokásos GSD-kukac, bárhol GSD az én vagyok, tehát Infelteu meg Elteu meg. Jó? Köszönöm szépen, ha van kérdésetek, akkor nagyon szívesen válaszolok. Igen? Hány és milyen nyelvek? Mondom, most a két verziója van, a Erhardt verzió, mindig A, B, C, D, E, F verzió van, és minden ilyen zenészekről neveztük el. Az Erhardt verzió az az utolsó előtti verzió, abban van Java, Python és C++ támogatás. A Flash verzió az az új, azt kicsit átírtuk az architektúrát, ott egyelőre a C++ működik, a Python és a Java portolás folyamatban van, viszont a Boldi avval csinálta meg a Haskell. Tehát ha idejöttök, akkor a Flash verziót látjátok, ha idejöttök, akkor az Erhardtnak van egy demója, ebben benne van a Python meg a Java is. De le lehet tölteni, lefordítani, amit szintén csinálunk, akarunk egy Docker konténert is csinálni, hogy még egyszerűbb legyen a használata az egésznek, és akkor fejlesztői konténer is lesz, meg felhasználói konténer is. A fejlesztői az ahhoz, hogy minden függőség legyen, hogyha új plugin-t akartok hozzáírni, a felhasználói az meg egyszer csak használni lehessen, ne kelljen függőségeket külön telepíteni. Köszönöm szépen, akkor én átadom a szót, és mondom, később bármikor elérhettek ez ügyben. Köszönjük szépen a figyelmet, egy olyan 10 perc szünet után